álmok a kezemben. Mindenütt a fazékban ünnepés vasárnap. Tűzropog, majd a kiskályhájában minden jó magyar családnak, naprajának és nagyjának. Lesz nekünk, meglátott fajtás egyszer lesz nekünk, még szőlőnk lálkenyérre lesz nekünk. Ünnepünk, mindenünk meglát. Ezer év alatt, ezer gondakat, ezer baj szakadt ránk. Talán jönni fog az új széria, derült hozni hozzánk. Ma még gürcölünk, vizet szürcsölünk, s nagyon busulunk rá. Így van máshol is, így megy másnak is, de már nem tart sokán. Lesz nekünk, meglátott fajtás egyszer lesz nekünk, még szülünk már kenyére lesz nekünk. Sok húzán, jó borunk. Lesz nekünk, meglátott fajtás egyszer lesz nekünk, még pénzünk társzegére lesz nekünk. Dáridós, jó sorunk. Meglátni tyúkrotyog, mindenütt a fazékban ünnepés vasárnap. Tűz ropog, majd a kis sárháján, minden jó magyar családnak, apajának és anyjának. Meglátott fajtás egyszer lesz nekünk, még szőlőt lát kenyérre lesz nekünk. Ünnepünk, mindenünk meglát, meglát, meglát. Jó estét kívánok, uraim, itt a Városi Művelődési Házban is, otthon a képernyők előtt. Hát engedjék meg, hogy szokásunkhoz és jó neveltetésünkhöz híven megköszönjem tisztelet a Magyar Állami Operaház balettművészeinek és a kitűnő színművészeknek a nyitóképet. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Kedden a déli órákban terjedt el a híre annak, hogy a zsírkilója már 90 ezer pengőbe kerül. Hát ez a körülmény, hogy egy kiló zsír, ugye 100 000 pengő, ez ékesen bizonyítja azt, hogy a fogyasztó közösség mennyire ki van szolgáltatva a feketézőknek. Mert ugye ki tud manapság 120 000 pengőt adni egy kiló zsírért? És nem mondom, nem csak a kiló zsír 135 000 pengő, hanem egyáltalán nagy a drágaság. Mert mondjuk, hogy megadom azt a 165 000 pengőt egy kiló zsírért, megadom. Hát egy pusztán zsírból nem lehet megélni. A lehetetlen dolog az, hogy míg egy kiló zsír 180 000 pengő, ugye addig a bérek, a fizetés nem emelkednek a megfelelő arányban. Mit mondjak? 218 000 pengőt egy kiló zsírért csak azt tud adni, aki feketézik. Mert 289 000 pengőért nagyon sokat kell ám dolgozni. Azt, hogy valaki 329 000 pengőt megkeressen egy hónapban, nagyon el kell, hogy fáradjon a szerencsétlen. 470 000 pengőért azelőtt a sarokházat lehetett kapni, Istenem, ma pedig ugyanezért az 540 000 pengőért, mert csak egy 3/4 kiló zsírt, itt valamit tenni kell, mert 720 000 pengője egy kiló zsírra csak annak van, akinél mindig van egy kiló zsír ára, azaz 920 000 pengő, ugyanis ennyibe kerül mostanában egy 1/4 kiló zsír. Viszontlátásra, köszönöm szépen. Hanem forintot mondtam. Tudja Zsubert Éváról, hogy kitűnő színművésznő. No, de évek óta már tanítasz, sőt rendeztél is. Akkor ezt leveszem, ezt tekintély romboló. Akkor inkább így. Sőt, rendeztél is, és ha jól tudom, akkor újabb rendezésre készülsz. Most tulajdonképpen ez egyfajta pályamódosítás, valamiféle kényszer, belső, nem, vagy netán belső. Kényszer, azt az ember valamit mindig csináljon, amíg él. Pályamódosításról szó sincs, ez beletartozik a pálya egészébe, és ha már olyan kedvesen céloztál rá,
Április 29-én lesz a Zeneakadémia kistermében egy Mozart opera, ami 12 éves korában szerzett, és van szerencsém rendezhetni. Zeneakadémisták játsszák a zenét, és ők is éneklik, úgyhogy nagy öröm lesz ez számomra, és azt hiszem számukra, és remélem, hogy a közösség számára is. És remélem, hogy nagyon sokan megnézik majd ezt az előadást. Most viszont egy teljesen új oldaladról fogsz bemutatkozni, hiszen állok arra kérlek tiszteletem, hogy... Csak asztronauta, az már nem lehetett. Sorsoljuk ki az első számot, igen, jó? Én a zölddel elindítom a számsort, és amikor te úgy gondolod, de arra kérlek jobb kézzel, mert azt hiszem, hogy ez a kamera nem azt fogja mutatni. Várjál, én elindítom. Akkor állítod meg, amikor kedvet tartja. Kettes. Köszönöm szépen. Tehát az első szám, hölgyeim és uraim, a kettes. Köszönjük szépen.